Lassan a végéhez érünk a szalagavatós időszaknak, és mind a közel 950 Nógrád megyei végzős diák megkapja a legszebb ruhájára vagy öltönyére a szalagot. Nemrégiben a Salgó-Tarjáni Madách Imre Gimnázium 3 végzős osztályának tanulói is szalagot kaptak osztályfőnökeiktől. A gimnázium 4 éve is egy út, amiben mérföldkövek vannak, amelyek szerepe a döntések hozatalában lehet, vagy egyfajta számvetés jelleggel bírnak. Ez utóbbi kategóriába tartozik szalagavató ünnepségünk, hiszen az elmúlt 3,5 év emlékei sűrűsödnek össze abban, ahogy a színpadon állnak a fiatalok, és ahogy készültek bemutatkozó filmjükkel, táncokkal. A József Attila Művelődési Központ színház termében megtartott szalagavató ünnepségen a madácsos diákok különböző stílusú táncokat mutattak be. Természetesen a klasszikus keringő sem hiányozhatott, de a modern táncok is szerepet kaptak. A táncok mellett az osztályok bemutatkozó kisfilmjeit, valamint a 11-esek irodalmi műsorát is láthatták a nézők. Az ünnepség végén mindhárom végzős osztály együtt énekelt, amely igazán megható pillanat volt. De itt még nem fejeződött be az este, az iskolában folytatódott a szalagavatós program. A madácsosok hagyományos szalagavató ünnepségén az iskola aulájában újra előadták táncokat a végzősök. A hagyományokhoz híven pedig a szülőket és az ismerősöket is meginvitálták egy kis keringőzésre.